Mára 42 fokot is ígérnek a meteorológusok. Ebben a parkban felkészültek erre, hiszen látjuk, hogy működik a csepegtető berendezés, a múltséteg alatt nedves a talaj, a díszfüvek zöldelnek, egyes gyomok is nagyon élvezik ezt a sok vizet. Íme itt van a porcsin, és mégis mellettük száradnak, senyvednek a babérmedgyek. Ezek ugyanis száraz körülmények közül származnak, ezt, ha jól látom, éppen a balkáni babérmedgy, tehát a neve is jelzi, hogy honnan jöttek genetikailag. Heti egyszeri mély öntözés bőven elég lenne nekik. Itt viszont kirohadtak. Én meg kihúztam egy példányt. Látszik, hogy eltűntek a gyökérszőrök, bűzösen rohadt az egész gyökérrendszer. Ahova nem ért el annyi víz, vagy nem tudott annyit nyomni a berendezés, ott szépen zöldel ugyanaz a fajta. Tehát bizony gondolni kell arra, hogy melyik gyümölcs-zöldségfajtánk mennyi vizet igényel, és az öntöző berendezést hogyan alakítsuk ki. Ez egy folyamatosan csepegtető berendezés lehet, ami az egynyáriaknak jó, de például a tujaféléknek lehet, hogy kevés. Ebben az esetben pedig a babérmegynek túlságosan sok. Jó döntést és jó öntözést kívánok mindenkinek!